nagy szeretettel és tisztelettel köszöntelek mindnyájatokat a Férfi a pályán 2 elnevezési férfi konferencián, és nagyon hálás vagyok azért, hogy bevállaltátok azt, hogy ezen a hétvégén többé-kevésbé, vagy teljes időben, vagy részidőben, de együtt legyünk. És amikor készültünk a programmal és egyebekkel, próbáltam keresni egy vezérigét, hogy mi legyen az, ami úgy meghatározza ezen a hétvégén is a szellemi odafigyelésünket, és végül maradtam amellett a igevers mellett, amit olvashattok is a kiadványunkban, a Péter apostol első levelében a első fejezet 13. verse úgy szól, így szól: ezért tehát elméteket felkészítve legyetek józanok, és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. 2 szóra szeretnék hangsúlyt helyezni ebből a felolvasott igeversből. Nevezetesen a reménykedjetek, a remény szavát, és a felkészítés szót, elméteket felkészítve, ugye reménykedjetek a kegyelemben, hisz mind a kettőre nagy szükségünk van. A mai korban olyan időket élünk, amikor egyre inkább szüksége van az embernek a reménységre, az élő reménységre. Rengeteg reménytelen emberrel lehet találkozni, akik félnek nem csak a jövőtől, már a következő naptól is, hogy hogyan fog alakulni az életük. És ebben nincs különbség férfiak és nők között. Mind a 2 nemet megkísérti a reménytelenség kérdésköre, de minket hívő embereket kell, hogy elkerüljön ez az érzés. Nekünk van miben reménykednünk, és van miért reménykednünk. És ahhoz, hogy ez a reménység tartalmas legyen, arra készülni kell. Úgy, ahogy Péter apostol írta, elméteket felkészítve legyetek reménységben. Hát ez a néhány nap, péntek estétől vasárnap délig, arra is jó alkalom lesz, hogy az elménk felkészülése is előre haladjon egy lépcsővel, és tovább menjünk azon az úton, amelyik majd ott ér véget, hogy teljesen felkészülve lépünk be majd abba a nagy sokaságba, ahol már nem lesz szükség férfi konferenciákra. Hisz ott már férfiak és nők sem lesznek, hanem lesznek megváltottak, akik dicsérik és magasztalják majd azt, aki megváltotta őket. Tehát ezen gondolatok reményébe köszöntelek benneteket, és örülök annak, hogy látok olyan arcokat, akik már tavaly is itt voltak. Nem csak az előadók vonatkozásában, hanem a résztvevők vonatkozásában is. És annak is nagyon örülök, hogy látok olyan arcokat, akiket még soha nem láttam férfi konferencián, és hogy ez nekem öröm, azt elhihetitek, hisz én 1990 óta talán egy kivétellel minden megrendezett férfi konferencián ott voltam. Tehát nagyon sok arcot láttam, és annak örülök, hogy most sok olyan arcot látok, akikkel korábban még nem találkoztam. És van egy harmadik örömforrásom is, ami szintén kuriózum, az utóbbi évek gyakorlatát illetően, hogy látok lelkipásztortestvéreket a férfi konferencián. Férfi lelkipásztortestvéreket, nem csak előadóként, hanem résztvevőként. Ez az én szívemet tágítja, és a keblemet tágítja, és nagyon-nagyon örülök neki, hisz férfiak vagyunk, ott vagyunk a pályán, akár lelkipásztori szolgálatban, akár elöljárói szolgálatban, akár gyülekezeti tagként végzett szolgálatban, és egy a célunk, egy a feladatunk, egy az Urunk, ezért azt hiszem nagyon stílszerű az, hogy együtt vagyunk egy ilyen hétvégén is. És van egy negyedik örömforrás is, az szintén kuriózum, nem emlékszem olyanra, hogy női előadó lett volna a férfi konferencián. Mielőtt kezdenénk, engedjétek meg, hogy imádkozzak, maradjatok a helyeteken. Mennyi édesatyám, hálaadással állunk meg színed előtt ezen a helyen, megköszönve a lehetőséget arra, hogy együtt lehetünk testvéri közösségben, és megköszönve azt a lehetőséget, hogy tanulhatunk
elménket is felkészíthetjük a mindennapokra, és ugyanakkor erősödhet bennünk az az élő reménység, amely tőled van, és amely kell, hogy elkísérje minden nap a mi életünket ebben a reménytelenségbe süllyedt világban. Köszönöm, Istenem, testvéreimet, akik eljöttek és eljönnek majd erre a konferenciára. Hálát adok neked az előadókért, akik vállalták a tanítás, az információ átadás szolgálatát, és hiszem azt, hogy a te lelked munkálkodni fog itt közöttünk. Segíts, Uram, hogy nyitott szívvel, nyitott elmével legyünk együtt, és a te békességedben hálaadással örülhessünk. Amen. Amen. Én is sok-sok szeretettel köszöntelek titeket, és nagy öröm lehet az, hogy ennyien együtt lehetünk, és Istent imádhatjuk ezen az estén és ezen a hétvégén. És az a vágyam, és az volt az imám is egyébként, amikor jöttem ide is, hogy Isten ezt a sokféle embert, sok különböző helyről jövő férfi embert, és egy-két Y-kromoszómát, de tényleg tudjon összegyúrni és összerakni úgy, ahogy csak ő tudja összegyúrni ezt a kis népességet. És még egyszer nagyon hálás vagyok, és köszönöm, hogy itt lehetek én is, és meghívtatok. Nyisd meg a szívem, ó Jézus! Nyisd meg a szívem, Uram! Látnom kell Téged! Látnom kell Téged! Réneked, nyisd meg a szívem! Nyisd meg a szívem, ó Jézus! Nyisd meg a szívem, Uram! Látnom kell Téged! Látnom kell Téged. Nyisd meg a szívem, nyisd meg a szívem, ó Jézus. Nyisd meg a szívem, Uram, látnom kell Téged. Látnom kell Téged. Jézus, dicsőség, Uram, ragyog fel, mint hold az ében. Lelkemnek pásztorom, teremts tiszta szívet bennem. Ó Jézus, dicsőség, Uram, ragyog fel, mint hold az ében. Lelkemnek pásztorom, teremts tiszta szívet bennem. Szent vagy, szent. Kérjük Szilviát, Révész Szilviát, a Baptista Szeretetszolgálat kommunikációs igazgatóját, a ma esti előadónkat, hogy abban a sajátos témakörben, hogy látják a nők a férfiakat, adjon információt nekünk, hát ha javít a nőkhöz való hozzáállásunkon, és a feleségeinkkel, barátnőinkkel, édesanyáinkkal, testvéreinkkel, ha vannak ilyen nők a környezetünkben, kapcsolatunkban.
Szép jó estét mindenkinek. Először körbenézek. És ahogy a Zoltán mondta az elején, hogy még soha nem volt nőkonferencián férfi elő, vagy na, fordítva, férfi konferencián női előadó, és ez egy kihívás. Hát gondolhatjátok, nekem is elég kihívás egy férfi konferencián előadni. Bár azt nem mondhatom, hogy nem volt még soha ilyen, mert most itt látom szembe Endrét, és talán ő volt az első, aki egy ilyen helyzetbe hozott. A Balatonneten 2 vagy 3 évvel ezelőtt, ott már volt egy ilyen alkalom, hogy egy férfi szemináriumot kellett tartsak, és hát az annyiból még érdekesebb szituáció volt, hogy egy icipici szobában voltunk, körülbelül 80-100 férfival, most legalább kicsit tágasabb ez a tér. Hát az egyetlen előnye ennek talán, hogy amikor megérkeztem a női mosdóban, nem voltak sorok, pedig általában minden konferencia így kezdődik, hogy ott kell toporognia az embernek, mert a nők ugye ott kezdik a programot. Most teljes ürességgel volt, úgyhogy lehet, hogy ez egy komfortos szituáció, hogy férfi konferenciára járjon előadni az ember. Megtisztelő az, hogy felkértek, és nagyon nagy felelősség is, de bízom abban, hogy a mindenható Isten, aki azt mondta, hogy ő elküldi az igéjét, és az nem fog hozzá visszatérni üresen, hanem megcselekszi, amiért elküldi, nem az én gondolataim vagy bölcsességem miatt, hanem az ő igéje miatt fog cselekedni az életetekben, mert az ige soha nem tér vissza az Istenhez üresen, hanem megcselekszi azt az tervet, amit ő elgondolt. És igazából én nem is elsősorban a saját szemszögemből szeretnék beszélni, mert az egy emberi szemszög, és az egy szubjektív vélemény. Természetesen női oldalról fogok átadni gondolatokat, de arról, hogy Isten hogyan képzeli ezt, azt, hogy férfiként és nőként éljünk ebben a világban, hiszen ez az, ami maradandó. Az, hogy én mit gondolok erről, az egy nagyon relatív dolog. Ráadásul én egy olyan sajátos helyzetben vagyok, talán az előnyöm a témában, hogy többnyire férfiakkal vagyok körülvéve. Tehát férfiakkal dolgozom, a szomszéd irodákban mindenhol csak férfiak vannak, és közelmúltban, most a Péterre nézek, a legutóbb, amikor az egyházban volt egy megbeszélés, akkor János is elfeledkezett magáról, és úgy fejezte be, hogy atyám fiai férfiak, és akkor és Szilvi, így hozzátette, üdvözlő, vagy valahogy összegezte, hogy mi volt a megbeszélésünknek a lényege. Úgyhogy ebből a szempontból ez nem egy új szituáció. És jó azt látni, hogy a férfiak nagyon sokfélék, nagyon sokféle férfival vagyok én is körbevéve, és mindegyik más szint hoz a világban. És nem is kell egyformának lenni. Szóval nem, amikor arról beszélek, hogy férfiak, akkor nem Révész Lajosról beszélek, mint akit a leginkább testközelből ismerek meg, hanem általánosság van, hogy Isten hogyan lát és hogyan gondolkodik a férfiakról és a nőkről. Egyediek vagyunk és sokfélék, és így a férfiak is sokfélék. És Isten különleges emberei, akiket egy különleges tervel, okkal és céllal hozott be ebbe a világba. Jeremiás könyvében, ugye az első rész 5. versben azt mondja az Isten beszéde, hogy mielőtt megformáltalak az anyamében, már ismertelek. Mielőtt kijötti az anyamékből, megszenteltelek, és prófétául rendeltelek a népek közé, hogy menj mindazokhoz, akikhez küldelek, és mondd el mindazt, amit parancsolok. Isten az, aki a fogantatásotok, születésetek előtt ismert már benneteket, és tudta azt, hogy mi a konkrét célja és rendeltetése az életeteknek. Nem általánosságban a férfiaknak, nem a baptista férfiaknak, hanem neked személyesen. Van egy rendeltetésed. Azért hozod be az időnek és a térnek egy pontján ebbe a világba, mert van egy feladat, amit rajtad keresztül akar elvégezni ebben a földi életben. És van egy küldetésed, és azt mondja, hogy mielőtt megformált, már megszentelt. Mit jelent az, hogy megszentelt?
szeretet. Hogy egy bizonyos célra félre van téve, el van különítve, és Isten így tekintett rád, hogy még be se érkeztél ebbe a világba, már az édesanyán méhében volt egy rendeltetés, elkülönített arra, hogy hordozd az ő dicsőségét ezen a földön, hogy hordozd az ő jelenlétét azon a helyen, ahová ő állított, függetlenül attól, hogy milyen a végzettséged, milyenek az emberi képességeid, kapacitásaid, milyen a kapcsolati hálód. Isten rajtad keresztül akar megjelenni abban a közegben, ahol élsz. És van az a feladat, amit csak te tudsz betölteni. Nem tud a másik férfi, és nem tudnak a nők. És ehhez a feladathoz, ehhez a küldetéshez, ehhez a rendeltetéshez szánt az Isten egy hozzád illő segítőtársat. Ez is egy egyedi és egy megismételhetetlen dolog, hogy hány és hány millió meg milliárdnyi párt az Isten úgy összerendelt, hogy együtt, egy testként, egy dinamikus csapatként tudjuk hordozni az ő jelenlétét ebben a világban. És ez egy fantasztikus kihívás és nagyon nagy küldetés. Ráadásul nem egy egyszerű dolog, hiszen nagyon másmilyenek vagyunk férfiak, és nagyon másmilyenek vagyunk nők. Más a gondolkodásunk, az észjárásunk, nem csak az elsődleges nem jellegünk más, és nem azért vettem piros ruhát, hogy kitűnjek a sorból, de talán ez is különbség, de más az agyműködésünk, bizonyos agyféltekék dominánsabbak a férfiaknál, másik a nőknél, a nők esetében több a kapcsolat a két agyfélteke között, ezért tud mindenhol egyszerre jelen lenni, és mindent számon tartani, azt, hogy üres a hűtő, hogy mit csinál a gyerek, hogy mit mond a tévé, hogy mit kell holnap felvenni, hogy hol a másik tornazsák, és minden más egyebet. És más a férfi rendeltetése, akinek ugye Gungor azt mondja, hogy dobozokban gondolkodnak a férfiak. Van egy doboz a munkára, van egy doboz a gyereknevelésre, egy doboz a házasságra, egy doboz az Istennel való kapcsolatra, és nagyon nehéz az, hogy egyikből a másikba átmenni. És ennek is megvan a maga célja és rendeltetése, hiszen abban az egy dobozban sokkal nagyobb mélységben tud egy férfi mozogni, ezért van az talán, hogy több a feltaláló, a Nobel-díjas, ezt a nőknek nem mondjátok el, a férfiak között, mert hogy abban az egy dobozban természetesen sokkal mélyreható, meg a gondolkodása is más típusú, viszont nagyobb kihívás egy férfinak mondjuk egy háztartást levezetni, lehet, hogy az is egy Nobel-díjjal felér, hogyha mondjuk egy 4 gyerekes, vagy 6 gyerekes, vagy akárhány gyerekes háztartást, csak úgy egy 2-3 napig levariáljon a férfi. De Isten pont azért találta ki, hogy egyiknek itt van a helye, másiknak ott van a helye és rendeltetése, sőt azt találta ki, hogy mindezt együtt, egy csapatban, egy teamként végezzük ebben a világban. És mivel a teremtettségünk, a kódolásunk ilyen, ezért ezeken a területeken vagyunk sikeresek, és ez tud működni. Ugye mondják, hogy a 20. század a nők évszázada, meg a 21. század még inkább, ugye a feminizmustól kezdődően minden pálya megnyílik a nők előtt. Mégis valahogy azért nem olyan zökkenőmentesen veszik ezeket a pályákat a nők, és mert mindenkinek minden nem adatik. Nincs olyan, hogy minden területen mindig a legjobbat tudjam hozni, hanem ahol az én feladatom, ahol az én küldetésem, arra kapok kegyelmet, arra kapok kenetet, arra van kegyelm, vagy arra ad erőt a mindenható Isten. Tehát ahhoz, hogy megtaláljuk ezt a személyre szabott helyet a világban, ahhoz a legfontosabb kapocs és kulcs a mindenható Istennel, az atyával való kapcsolat. Mert ő az, aki tud téged navigálni abban, hogy hová tedd a hangsúlyt. Hiszen ezerféle elvárás vesz körül a világban, de hogy most hol? Most 20 évesen mi a lényeg, 30 évesen mi a lényeg, melyik bevessek, minek a kárára, mikor, minek van az ideje. Csak Isten tud ebben vezetést adni. És azt hiszem, hogy ahogy a nő is látja, egy érett hívő nő, amire leginkább vágyik arra, hogy a férje élő és eleven kapcsolatban legyen a mindenható Istennel. Mert hogyha ez megvan, ez egy igazi, valóságos dolog, akkor az átvisz mindenen.
énekeltük az egyik énekben, hogy bármit is hozhat az élet, vagy bármi is jöjjön. Ugye az élet az hoz sok mindent. Nem csak szép dolgokat, nem csak esküvői napot, meg előléptetést, hanem krízishelyzeteket, gyászt, munkanélküliséget, szakadást a gyülekezetben, sok-sok válsághelyzetet is. De hogyha megvan ez a forrásunk, hogy rá vagyunk kapcsolódva a mindenható Istenre, akkor az átvisz. Még a halálon is, a legnagyobb válságon, mindenen átvisz. És az én legnagyobb vágyam a férjemmel kapcsolatban, szegény most itt hallja, az, hogy legyen egy ilyen online összeköttetése a mindenható Istennel. Mert ha ez megvan, akkor a többi az már másodlagos, hogy a díszletek, a körülmények, a lakberend, vagy a, mit tudom én, a bútorunk, a házunk, az autónk, vagy egyéb dolgaink milyenek, hogy ha megvan az, hogy az Istennel kap kapcsolatban van, akkor tudom, hogy ahogy mondja az ige is, János evangéliumában mondja, az én juhaim hallják az én szómat, akkor nem nekem kell mondogatni neki, hogy ezt csináld, azt csináld, ezt kéne, azt kéne, hanem a Szentlélek az, aki ezt el tudja végezni. És hiszem, hogy erre vágyik minden nő, minden Isten félő nő, hogy legyen egy a férjének, és legyen annak a férfinak, aki tekintélyként rendelt felé, akkor beszéljünk inkább így nem csak házassági viszonylatban, hanem bármilyen tekintélyvonalban, ugye ez jelentheti azt is, hogy az édesapám, a munkahelyi főnököm, vezetőm, lelkipásztorom, minden ilyen tekintélyvonalban, ez az, ami a legfontosabb, hogy egy Isten által vezérelt ember legyen az, aki fölöttünk áll. És ez az Isten által vezéreltségben nagyon fontos az is, hogy ez egy valóságos dolog legyen, és őszinte, tehát nem egy ráhivatkozás. Ugye sokszor, csak a fiatalokra, ha gondolok, sokszor vannak ilyen szituk, hogy van egy fiú, tetszik neki egy lány, és akkor azt mondja, hogy azt kaptam az Úrtól, hogy te leszel a feleségem. És akkor ez olyan nagyon szelleminek tűnik, nem? Meg hát Istenre hivatkozunk, ki az, aki ennek ellen állhat. De lehet, hogy őszintének kell lenni, és azt kell mondani, hogy tetszel, nagyon tetszel nekem. És vagy mondhatod azt is, hogy még nem tudom biztosan, de az én szívem szerint az a legfőbb vágyam, hogy te legyél a feleségem. Én úgy hiszem, hogy egy nő számára, a nő egy idő után megérzi azt, hogyha ez csak egy ilyen odamondott mondat, vagy egy kamu. Tehát amire az ember vágyik, az, hogy egy valóságos, igazi kapcsolat legyen. Mert abban tud az ember követni, akár mint segítő társ is. Ugye, ahogy mondtam, hogy Istennek az a terve a nőkkel, hogy legyen hozzáillő segítő társa a férnek. És hogyha ez a dolog rendben van, hogy Isten és közted rendben vannak a dolgok, akkor a feleségednek is sokkal könnyebb hozzád simulni, és követni téged bárhová is, ha tudod, hogy Istentől van ez a dolog. Tehát, hogyha belegondolok a saját életünkre, elég szélsőséges körülmények között követtem Lalát, egész odáig, hogy Mongóliába, a Gobi sivatagba is kiköltöztünk a gyerekekkel. Nem féltem ezt megtenni. Miért? Mert tudtam, hogy nem így mondta, hogy az Isten engem elhívott, hanem hogy az Isten hívta előtt, és ez egy valóságos dolog, és nem őt követem, nem csak őt követem, hanem Isten akaratát követem. Viszont volt olyan időszak az életünknek, amikor csak úgy inkább sodródtunk, és akkor fel kellett tegyem azt a kérdést, hogy hogyan vezetett téged Isten erre a döntésre. Mert ha nem érzem belül a lelkemben, hogy ez az Úrtól van, akkor viszont elég meredek úgy életváltozásokon átmenni, hogy nem vagy abban, nem kérdezget, tehát hogy egy nő is nem kérdezget folyamatosan, ha érzi azt, hogy oké a dolog. Hogyha azt érzi, hogy valami gigszer van, akkor vannak elakadások. És ez hoz nehézségeket. Úgyhogy biztos, hogy a legfontosabb alap az Istennel való kapcsolat, az Istenhez való tartozás. És így megspórolja az ember azt, hogy hiába való dolgokba fektesse az életét. Tehát ha minél fiatalabban az ember arra rá tud állni, hogy mi az Isten akarata, mi az elhívása, mi az elgondolása az életére nézve, annál kevesebb lesz az a hiába való dolog, ami lehet, hogy látszólag olyan nagyszerű, hogy megszereztem egy jó autót, megszereztem egy házat, vagy mit tudom én, előléptettek, megvan ez a
a végzettségem, ez a dolog, amivel tudom magam igazolni, de valójában, ha eltelik egy év, két év, három év, ezek nagy része hiába valóság, az ige is beszél róla. Tehát az az autó, ami 10 évvel ezelőtt olyan jó volt, az mára már, hát megállunk a sarkon túl vele, ugye, mert nem annyira menő. Emlékszem, gyerekkoromban volt ilyen autós kártyánk, és abban volt egy ilyen Audi 100-as, turbodízeles, nem tudom milyen autó, és hát apukám ezt sikerült megvennie 15 évvel később, és akkor mondta is, hogy ez volt álmaim autója 15 évvel ezelőtt, ugye. Ma már nem biztos, hogy annyira menő, sokat kell hordani a szerelőhöz, és nagyon drága a fenntartása, mert nem abban az időben, amikor annak eljön az ideje. Szóval egy csomó ilyen hiába valóság vesz körül, amiben belefetszölhetjük az életünket, és amitől remélhetünk boldogságot, remélhetünk megelégedettséget, remélhetjük a mások elismerését, de nem fog az működni. Egy izzadságszagú erőlködés lesz. De azon a pályán, amit ugye az a konferencia címe, hogy férfi a pályán, azon a pályán, amit az Isten neked talált ki, azon a pályán nem lesz erőlködés. Azon a pályán, ha lesznek is harcok és küzdelmek, akkor is tudni fogod, hogy ez az, ez vagyok, ez az én utam, és az nem egy olyan élet lesz, mint Dévavára, hogy amit reggel felépítünk, az leomlik estére, hanem az állni fog. A 90. Zsoltár végén van egy olyan ige, ami az én életemben nagyon fontos, sokszor imádkozom ezt. Azt mondja az ige, hogy legyenek láthatóvá tetteid szolgáidon, méltóságot fiainkon. Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak a jó indulata, és kezeink munkáját tedd maradandóvá. És ez az én életem legnagyobb vágya. Hogy legyen láthatóvá az Isten tette az én életemen. Olyan legyen az életem, ami Istenre mutat, amiben látható valami a mindenhatóból. Aztán az fiainkon is az Isten méltósága ott legyen. És hogy folytatódik? Méltóságot fiainkon, legyen velünk az Úr jó indulata. Ez is mennyire fontos, hogy bírja az ember az Isten jó indulatát, bírja az ember az Isten szeretetét, hogy úgy tudjon a mindenhatóval kapcsolatban lenni, hogy én szeretett gyermeke vagyok. Ahogy Efézus 5:1 mondja, hogy éljetek úgy, mint szeretett gyermekei. Nem elvetett, nem másodosztályú, hanem szeretett és különleges gyermekei az Istennek. És úgy zárul ez a Zsoltár, hogy kezeink munkáját tedd maradandóvá, és ezt meg is ismétli, kezeink munkáját tedd maradandóvá. Hogyha már itt élünk ezen a földön 70-80 évet, akkor ne úgy kelljen visszanézzünk majd, hogy ez az egész egy kártyavár. Milyen rossz az, amikor belevetettél valamibe, és aztán összedől, nem? A mi életünk azért olyan, hogy így néha kilépünk, mert Isten elhív, és elmegyünk egy másik helyre, és akkor olyan fájdalmas visszatekinteni arra, hogy mondjuk volt egy szolgálati terület, ott éjjel-nappal hajtottuk azt a területet, és aztán elmentük, és az úgy már nincs. Akkor valamit rosszul csináltunk, mert ott az biztos csak ránk épült, és nem a mindenható Istenre. De hogyha az Úrral online kapcsolatban vagyunk, akkor tud úgy vezetni, hogy a kezeink munkája ne hiába való legyen, hanem maradandó legyen. Szóval visszatérve a kezdetekre, ha a Biblia elejére nézünk, Isten alap gondolata, elképzelése az volt, hogy ugye amikor megteremtette az embert az ő képére és hasonlatosságára, akkor mondja az ige, hogy mivé teremtette? Férfivá és nővé. És az Isten képűség, ez már csak ismétlés, mert mindenki tudja, ugye a két nemben egyszerre van jelen. Istennek bizonyos tulajdonságai a férfi hordozza a földön, bizonyos tulajdonságat a nő hordozza, és a keresztény család házasság az, aki hivatott arra, hogy bemutassa Isten tulajdonságait. És amikor Ádámot megteremtette, akkor azt mondja az 1 Mózes 2:18-ban, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Miért? Mert Isten kapcsolatra teremtette az embert. Mint ahogy ő benne, ez is az Isten képűségünkből fakad. Hogy ő is kapcsolatra vágyik veled. Nem teljesítményekre, nem szolgálatokra, nem eredményekre, hanem hogy megszólítsd, hogy mondd, hogy atyám, itt vagyok, küldj el engem, atyám, szólj hozzám, rázd fel, mondj valamit,
Mi a véleményed erről a dologról? És ez a kapcsolatra való teremtettség, ez ott van a férfiban is, és a nőben is. És nagyon érdekes, hogy amikor Isten azt látta, hogy nem jó Ádámnak egyedül, akkor a héten gondolkodtam ezen, hogy nem azt csinált, hogy tett mellé még egy Ádámot. Mert úgy is megoldhatta volna, nem? Hogy ne legyen egyedül, legyenek ketten. De Isten nem azt csinált, hogy legyenek ketten, kettő darab Ádám, hanem adott mellé egy teljesen különböző valakit, egy Évát. Ez milyen egy isteni gondolat, nem? Mert ez egy lehetetlen küldetés, amihez már kell az Istennek, isteni szikra is, az isteni szféra is. Mert azért valljuk be őszintén, hogy nehéz úgy valakivel egy szoros közösségben lenni, hogy az egyiknek egy dobozos a gondolkodása, a másiknak meg mint egy drótháló mindig mindennel összefügg, és akkor kövessük le egymást, hogy ki hol tart ebben a rendszerben. Tehát ez egy szinte lehetetlennek tűnő küldetés. Mégis Isten azt mondta, hogy így lesz legjobb. Így lesz legjobban betöltve az a szükség, az a vágy, hogy kapcsolatokra vagy teremtve, hogy egy hozzá, és ő azt mondta, hogy hozzád illő segítőtárs. Nem olyan, mint te, de hozzád illő. És ez is fontos, hogy bármennyire is más, bármennyire is érthetetlen, néha biztos érzitek ezt, hogy érthetetlen a feleségem, nem tudom felfogni, vagy én is néha férfiakon, hogy na most ezt minek itt versengeni, vagy csinálni ezeket a dolgokat, de ha így is van, akkor is ő az, aki hozzád illő. És ezt Isten igéje mondja, úgyhogy ebben meg tudunk nyugodni, igaz, hogy ő a hozzád illő, akkor is, hogyha néha nem így érzed. De fontos az, hogy megtaláld azt, ahogy te is nem olyan vagy, mint egy átlag baptista férfi, mert ilyen nem létezik, azt hiszem, hanem te egy egyedi, megismételhetetlen teremtménye vagy Istennek, így az a feleség is, aki hozzád illő, az egy ilyen egyedi és megismerhetetlen, megismételhetetlen teremtménye, az, mit mondtam? Megismerhetetlen. Igen, azt hiszem, hogy megismerhetetlen is. Hiszen, most, hogyha a szónál maradunk, hiszen még önmagunkat se tudjuk teljesen megismerni. Ki az, aki ismer bennünket? A mindenható Isten. Tehát én magamról is sem mondom azt, hogy ismerem magam. Hát hogyan ismerném a férjem? Jó, 25 évi házasság után megismerhető egy csomó minden a másikból, de honnan ismernénk minden rezzülését, minden mozdulását, minden szándékát? Hány vakfolt van az élet? Lehet, hogy vannak olyan területek, amiket ő se tud még, hogy ott van benne. Hiszem, hogy ilyen az életünk, hogy egy folyamatosan növekvő dolog, hogy egyre többre visz az Isten, és amiben ma vagyunk, az még nem az, ahová a teljességre el fog vinni. És azokat a területeket még nem ismerjük önmagunkból. Tehát, hogyha azt feltételezzük, hogy már kiismertük a másikat, hát akkor... akkor becsukhatjuk a boltot, bocsánat. Tehát ahhoz nem kell hídben járni, hogy ugyanazokat a dolgokat ismételgessük, hanem, és Isten igéje azt mondja, hogy hídben járunk, és nem látásban, nem megismerhető ez a valóság, az az út se, amire az Isten elhívott. Nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap. Nem tudjuk kiszámítani a gazdasági összetevőket, a politikai változásokat, még az életünk legelemibb dolgait se tudjuk kézben tartani, mert Istennek egy pillantás és mindent lesöpör a felszínről, hanem ő az, aki a mi örökkévaló kősziklánk, ő az, akire ha építünk, akkor nem csalódunk, és akire stabilan rá tudjuk építeni az életünket. Ugye beszéltem arról, hogy Isten, amikor megteremti az embert, azt mondja, hogy nem jó az embernek egyedül. Tehát kapcsolatokra teremtett. És hogyha valaki, akkor a női nem nagyon-nagyon vágyik a kapcsolatra. Tehát a férfiak is kapcsolatokra teremtettek, de a nő az abszolút, hiszen ő mire van teremtve, hogy hozzá illő segítő társ legyen. Tehát már a küldetésében benne van az, hogy valakihez tartozom, hogy valakit kiegészítek, valakit segítek majd,
Gondoljatok vele, hogy a kisgyerekekre gondoltok, hogy egy 2-3 éves kislány mit játszik és miről álmodik. Ugye az én lányaim is otthon felvették a harisnyákat is a fejükre, az volt a fátyol, és mennyasszonyok voltak már kiskorúban, igaz? És babáztak, anyák akartak lenni. És úgy gondolkodtam rajta, hogy mondjuk az Illés fiam nem sűrűn játszott az, hogy ő vőlegény és apuka szeretne lenni, nem ez volt az elsődleges, hanem ő másra teremtetett. Ugye a fiúkban benne van az, hogy harc, hogy küzdés, hogy kalandok, más az, ami belülről mozgatja. A nőben ez az, hogy társ legyen, hogy segítő társ, hogy valakihez kapcsolódjon, az egy elemibb és ösztönösebb dolog. És tehát ezért ez egy, hogyha ha az a témám, hogy a férfi női szemmel, akkor a férfi az biztos, hogy a nő számára egy társ. Az lehet, hogy sok férfi számára riasztó, mert hogy nem szeretne annyira társ lenni. Úgy gondolom, jobban örülnétek talán annak, hogy ott van, gondoljátok azt, hogy talán jobb lett volna, hogyha Isten ezt az igényét betölti a nőnek, úgyhogy sok nő, és akkor egymáshoz kapcsolódnak, és megbeszélik a dolgokat. Jó társaság lennének egymásnak. Mert kívülről talán így is tűnik, nem? Hogy ők olyan jó el vannak, akár ki is. Kettő találkozik a női mosdóban, már mindjárt beszélnek órákon át, képesek egész a nőkonferenciákon át beszélik az egész éjszakát. Ugye mennyire jól összeillenek. Hát miért azt mondta az Isten, hogy egy férfi legyen a társa ennek a nőnek? Hát azért, mert valószínű, hogy ő az, aki abba az irányba tudja terelni, ahol az isteni küldetés van. És vannak olyan területek, amit Isten a másiknál helyezett el. Amikor a kiillást láttam a konferenciára, akkor láttam, hogy holnap délután Varga Gyuri fog tanítani, és az ő tekintélye alá is tartozom abból a szempontból, hogy én és a családi szolgálatban együtt szolgálunk a Lalával is a Gyuriékkal. És tehát ő szokta azt mondani, hogy ugye, vagy úgy szoktuk tanítani a házasságot, hogy a házasság ugye van egy halmaz, ugye talán ez a halmazos ábrák megvannak, hogyha nem is vetítem ki, hogy van egy halmaz a nő, egy másik a férfi, és a házasság során létrejön egy unió, van egy metszet a kettő között, van valami közös pont, és a házasság arról szól, hogy egymásban nyílunk, hogy megismerjük egymást egyre jobban és egyre mélyebben. És az lenne a cél, hogy ez a közös pont, ez egyre nagyobb legyen, hogy egyre mélyebben meg tudjuk osztani egymással önmagunkat. Hát sok házasságban ez nem így működik, sajnos. Hanem van egy közös pont, amikor megismerkedünk, és aztán, mintha lezárulna ez az egybenyílás, ez a megnyílás a másik előtt. Pedig erre vágya van a feleségnek, hogy a férj megnyíljon előtte, hogy beavassa ne csak a döntései végeredményeibe, hanem a gondolataiba, a vágyaiba, az álmaiba, mert könnyebb úgy egy testként harcolni, hogyha közösek ezek az álmok és ezek a vágyak. Ez lehet, hogy néha félelmetes. Mi is szoktuk ezt mondani a férjemmel, hogy ugye mennyire másak vagyunk. Ugye a férfiak olyanok, és ő is hajlamos erre, hogy magában megküzdi, és akkor a végén kidobja a végeredményt, hogy ezt csináljuk. A nő pedig mit szeret, hogy beszéljünk róla, de úgy akarom én azt úgy csinálni, csak beszéljünk róla, és például a probléma megoldásunk is merőben különböző, mert mi nők, lehet, hogy számotokra félelmetes, hogyha beszélünk a problémáinkról, hogy mekkora baj van, hogy beszél róla, közben meg nem is olyan nagy a baj, és néha gondolnátok, hogy na jó, de akkor mi lesz a konklúzió, és lehet, hogy nekünk nem kell a se. Csak hogy beszéljünk róla, mert Isten ilyennek teremtett, és ezekkel a különbözőségekkel együtt is kell, hogy képviseljük az Urat ebben a világban. És nőként ugye vágyunk egy kapcsolatra, hogy kapcsolódjunk valakihez, mégpedig egy erős férfihoz. Nem egy másik nőhöz vágyunk kapcsolódni életre szólóan, nem egy kisbabához, akit dajkálgathatunk, hanem egy olyan erős, határozott férfihoz, aki mellett védelem alatt van az életünk. Ahogy
A Rút könyvében van az a példa, és hiszem, hogy ez nem a szexualitásról szól, hogy amikor Rút oda megy Boászhoz, és mondja, hogy terjeszt ki rám a te takaródat. Ugye, ott még nem házasodtak össze, hanem az csak egyszerűen annak a szimbóluma volt, hogy felvállallak téged, hogy a védelmem alá jöhetsz. És ez egy ősi vágy a nőben, hogy valaki kiterjessze rám az ő takaróját, és az ő védelme alatt legyek. És ez tényleg olyan, hogy nem csak a házasságban, hanem amit az elején említettem, hogy különböző tekintélyvonalak alatt is a nőt Isten férfiak alá rendelte. Szóval szükség van arra, hogy a családban lányként is az apa kiterjessze az ő védelmét az ő lánygyermekei fölé, hogy a munkahelyen vagy a férfi vezető kiterjesszék az ő védelmüket a férfi vagy a rájuk bízott nők felé. Tehát a férfi lényege az erő, az a rendeltetése, hogy általa tapasztaljuk meg a harcoló Istent. Istent, az, aki megszabadít minket, aki kiáll mellettünk, aki hatalmas jobbjával támogat. És erre rendelt benneteket, hogy legyetek olyan módon mellettünk, hogy harcoltok érettünk. Ez az, ami megdobogtatja a szívünket. Egy olyan férfi, aki harcol értünk, és akinek a jelenléte egy biztonságot, védelmet ad. Szükségünk van a férfiak erejére, akkor is, hogyha, ahogy az elején mondtam nektek, hogy most már ebben a feminista, meg posztfeminista világban ezzel dolog kipótolta a férfi erőt. Ugye a klasszikus leosztásban ez annyira egyértelmű volt, mert egy nő nem tudott házat építeni, nem tudott lehet, hogy tüzet se rakni először, vagy nem tudta hazacipelni a lisztes zsákot, nem tudta megőrölni a búzát, nem tudta, egy csomó olyan terület volt, nem tudta megvédeni a családját az ellenségtől. Ezek mind-mind a teremtettségtől fogva a férfiakra hárultak ezek a feladatok. És amiért nagyon nehéz a mai világban férfiként és nőként élni, hogy ezek a klasszikus szerepek lerombolódnak. Van előnye is ennek, hogy ugye nem neked kell karddal megvívni a menekültekkel szemben a családodért, meg nem neked kell örölni a búzát, meg építeni a házadat, de mert vannak erre intézmények, akik megvédik a családodat, akik gondoskodnak az alapvető szükségletekről, de mégis, ha mindenféle intézmény minden szükségünket betölti, akkor is minden nő a szíve mélyén egy erős férfire vágyik. Még a leginkább feminista nő is így van, hogy vágyik arra, hogy valakinek a védelme alatt lehessen, hogy valaki kiterjessze az ő takaróját rá. Ez az egyik küldetésetek, hogy merjetek így ott állni mellettünk. A férfi erejét nem csak akkor tapasztaljuk meg, amikor mondjuk felemeli a lisztes zsákot, vagy felépíti a házat, az is nagyszerű. Én nagyon büszke vagyok a férjemre, hogy saját kezével építette fel a házunkat, amiben élünk. És szoktam mondani a gyerekeimnek is, hogy kevés ember mondhatja el a 21. században, hogy a gázszerelés meg a villanyszerelés kivételével mindent a saját kezével tett meg. De ez az építkezés is nagyon jó példa, hogy én viszont, mint segítő társ, összehordtam a cuccot hozzá, és egy testként csináltuk ezeket a dolgokat, és Isten így gondol a ti családotokra is. Szóval nem csak erre a védelemre van szükség, vagy erőre van szükségünk, a fizikai erőre, hanem arra az erőre, amikor az érdekünkben felszólaltok, amikor mondjuk egy konfliktust ti rendeztek le a szomszéddal, és nem hagyjátok, hogy intézze az asszony. Meg amikor probléma van az iskolában, akkor nem azt mondom, hogy mennyibe intézd ezt, ez a te dolgot, hanem odaálltok, vagy amikor a családon belül az após megpróbálja irányítgatni a feleséged, akkor nem hagyod, hogy mindenféléket mondogasson neki a telefonban, hanem átveszed azt a telefonkagylót is elmondod tisztelettel, hogy szeretlek, és lecsüllek, és tisztellek, de ez az én házasságom, az én feleségem, is légy szíves, próbáld ehhez alkalmazkodni. Szóval szükségünk van, hogy megtapasztaljuk ezt. És
Ez egy erős férfi jelenlétében megnyugszunk, ez biztonsággal tölt el. És gondolkodtam azon, hogy ez a sátán kelepcéje, hogy a szerepeket kimozdítsa a helyéről. Mert amikor a férfi nem tud felállni így védelmezőként, és vezetőként a családban, akkor van az, hogy a nőnek kell megvédenie a gyerekeit, akkor van az, hogy a nőnek kell döntéseket hozni, a nőnek kell bemenni az iskolába, a nőnek kell küzdeni, és akkor kialakul az, hogy a nő is deformálódik. Ugye Isten arra teremtette, hogy legyen egy segítőtárs, egy olyan valaki, akit meg kell hódítani, aki szép, akinek a szépségét meg kell hódítani, és biztos mindannyian is erre vágytok, hogy ilyen feleségetek legyen. De hogyha nem álltok a saját helyetekre, akkor lehet, hogy kéten lesz ő ezekben a szerepekben helyt állni. És akkor milyenné válik? Akkor egy amazonná válik, vagy egy sárkányá, azt is mondhatjuk. És ugye ki szeretne egy, vagy a zsémbes asszony, azt is mondhatjuk, a példabeszédek azt mondja például. És ahogy mondja az ige is, hogy ki szeretne egy zsémbes asszonnyal egy fedél alatt lenni? Senki. De akkor vedd a kezedbe azt a feladatot, amit az Isten neked szánt. És sokszor szoktunk erről beszélni a férjemmel is, hogy amikor látunk olyan házasságokat, hogy valahol a nő átveszi az irányítást. Azért az egy másik történetről is szól, hogy valaki meg nem vette fel a felelősséget, amit az Isten neki szánt. Szóval ez egy ilyen nagyon finom dinamikájú dolog, hogy hogyan tudunk egy testként élni, győztesként élni ebben a világban, hogy hogyan tudunk úgy élni, ahogy a Zsoltáros mondta, hogy legyenek láthatóvá tetteid. Ez a legnagyobb küldetésünk. Ebben a kaotikus világban egy keresztény család szavak nélkül bizonyságtétel, nem? Egy keresztény férfi szavak nélkül bizonyságtétel a munkahelyén, mert mindenki vágyik arra, hogy legyen valaki, aki mellett biztonságban érzem magam. És ez nem a névjegykártyákról, meg az öltözékekről szól, hanem a kisugárzásról, hogy ki mellett vagyok önmagam, ki mellett érzem magam biztonságban, hol tudok lelazulni, hol tudok kimerészkedni a korlátaimon kívül, vagy a komfortzónámon kívül, ki mellett lehetek az az ember, akinek az Isten megálmodott. És ahogy a nőknek szoktam, most lehet, hogy előre ugrok a jegyzetemben, de ahogy a nőknek szoktam mondani azt, hogy ti vagytok a ti férjeitek hőssé tevői. Ugye a 19. Zsoltárban beszél arról az ige, hogy olyan, mint a férfi, aki az ő, mint a vőlegény, aki az ő ágyasházából kijön, örül, mint egy hős, hogy futhatja pályáját. Tehát a nő, ha mondjuk az életnek ez a területe, mert hiszen erre is teremtett bennünket az Isten, és ebben is egymásra vagyunk utalva, a szexualitás. Ha ez a területe a helyén van, akkor a férfi, amikor kijön az ő otthonából, az ő ágyasházából, akkor milyen? Olyan, mint egy hős, aki futhatja az ő pályáját. Mi a címe a konferenciának? Férfi a pályán, ugye? És Isten is azt szeretné, hogy minden férfi egy ilyen hős legyen, aki hősként futja a pályáját. És úgy áll neki a dolgok, nem úgy, hogy kudarc fog érni, hogy veszélyes ez a világ, hogy nehézségek vesznek körül, hanem hogy hős lehetek ebben a világban. Mehetek az árral szemben, mehetek a korszellemmel szemben, és képviselhetem azt az örökkévaló Istent, aki tegnap, ma és mind örökké ugyanaz. Feminizmustól, kultúrától, politikai berendezkedésektől, demokráciától, mindentől függetlenül. Ő az, akiben nincs változás, se a változásnak az árnyéka. És ő az, akire, hogyha az életed építed, akkor hőssé tesz, mert hősnek álmodott meg. És a feleségeknek szoktam ezt mondani, hogy te vagy az, aki hősé tudott tenni a férjed. Mert sokszor a nő tudja papucsá is tenni a férjét, de tudja hősé is tenni, hogy bátorítja, hogy mellé áll, hogy látja benne azt, amit talán még önmagában sem lát. De ti is vagytok azok, akik a feleségeitekből azt a
azt a királylányt, vagy azt a tündért elő tudjátok hozni, aki lehet, hogy más számára láthatatlan. Olyan érdekes, hogyha a mesevilágra gondoltok. Két mese jutott eszembe a héten. Az egyik, az a, nem tudom mi a címe, az, ahol a királylány megcsókolja a békát. És mi történik azzal a békával? Az a béka királyfivá válik. És ez a nők küldetése ebben a világban, hogy legyen olyan inspiráló, olyan segítőtárs, aki a békából is királyfit tud varázsolni. És a fiúk esetében meg eszembe jutott egy másik mese, sokféle változata van különböző kultúrkörökben, de nagyon érdekes, hogy majdnem minden nép mese kincsében ott van, ahol a férfi mit csinál? Elmegy egy karddal, és legyőzi a sárkányt, hogy kiszabadítsa a királylányt. És hány olyan nő van, aki egy csomó nehézséggel küzd, akinek már a gyerekkora sem volt százas, aki nem úgy tekint magára, mint az Isten szépséges teremtményére, aki nem látja magában az értéket, akiben mondjuk kisebb rendűségi érzés van már csak azért is, mert nőnek született, mert mondjuk most a feminizmus időszaka van, de előtte évszázadokig egy más típusú berendezkedés volt, ahol a nők alapvetően már sokszor a magzati korban azt tapasztalták, hogy nem őket várták, vagy nem, akkor még nem, de amikor megszülettek és kiderült, hogy lány, akkor hát csak lány lett, ugye nem ember lett, csak lány lett. És ezek is olyan terhek, amikkel lehet, hogy érkezik az ember a házasságba, vagy érkezik az élet küszöbére. De te vagy az, akiben megtapasztalhatja az Istennek az erős szabadító oldalát. Aki nem adott fel, aki nem azt mondta, hogy jaj, hát ilyen, hát nem tudott engem inspirálni, hát akkor menjen erre vagy arra, hanem harcolsz érte, és ez az a harc, ezek a nagyszerű harcok. Nem azok a harcok, amikor Skanderben lenyomja egyik férfi a másikat. Ez az erőnek egy deformált formája. Az Isten nem erre gondol akkor, amikor az erőről beszél. Gondolj a keresztre. Jézus erős volt. Erős volt. De miben volt erős? Abban volt erős, hogy végig csinálta, hogy nem tekintette zsákmánynak, hogy ő kicsoda, hanem meg tudta magát üresíteni, letette az életét, az Isten terve tudott rajta véghez menni, és nem foglalkozott azzal se, hogy mit mondanak róla, hanem engedelmes volt egészen a kereszt halálig, és ezért meg is tudta őt dicsőíteni az Isten. És ehhez kell az erő, hogy a te akaratod és az Isten akarata tudjon kereszteződni, ez a kereszt az életedben, hogy leteszed, lehet, hogy átmenetileg le kell tedd az álmaid, a vágyaid, a céljaid azért, hogy utána egy testként tudja feleségeddel harcolni. Mert onnantól kezdve, hogy létrejön ez az egy test kapcsolat, onnantól kezdve egymáshoz vagyunk kötve egy életre. És az egy illúzió, hogy azt gondoljuk, hogy most az egyik majd szárnyal, a másik meg maradjon otthon. Mert olyan lesz, hogy visszahúz, mint a, nem is tudom, minek hívják ezt, a jojó, ugye? Hogy egy darabig enged, de utána még nagyobb erővel ránt vissza, hogyha nem egy testként haladunk az életben. És szóval arra van szükségünk nőként, hogy erős férfiként álljatok mellettünk. És hogy járjatok közben értünk azokon a területeken, amelyek fájdalmasak a számunkra. Az a vágyunk, hogy álljatok oda közénk és az ellenség közé. És ez lehet fizikai értelmű is, ahogy mondtam, hogy a szomszéd, mit tudom én, az élet ezerféle ilyen dolga, de lehet szellemi értelmű is ez az ellenség. Egy szellemiség, egy lelkület, egy korszellem, ami lehet, hogy a feleségedet rántja be elsőre, és ő még észre se veszi magán. És akkor nem az, ahogy mondja az Efézusi levél 6. rész, hogy nem test és vér ellen van tusakodásunk. A legtöbb esetben ez van, hogy nem test és vér ellen van tusakodásunk, hanem erők és hatalmasságok, fejedelemségek ellen. És ez a harc is elsősorban a férfiaknak adatott.
És sokszor a nők lelkibbnek, meg szellemibbnek tűnnek, ugye? Miért? Mert eleve könnyebb nekik beszélni, könnyebb nekik imádkozni, jobban szeretnek énekelni, felemelni a kezüket, stb. És a férfiak számára ez olyan nehéz. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de az én férjemnek nehéz itt ülni másfél órát. Az a legnehezebb. És a legnagyobb keresztje, amikor két napos konferenciára kell menni. Csak a Varga Lacival szeret, mert ott fociznak is a dunántúli férfi konferenciákon. Egyébként, de most elárultam róla egy-két titkot, mert nem arra, tehát nem ez az ő természetes közege, hanem az aktivitás, a harc, hogy tegyünk dolgokat. De mégis Isten a férfira bízta ezt elsősorban, hogy harcoljon. És az egyik férfi barátommal beszélgettünk, hogy... hogy hogyan harcolt az ő hitetlen szüleinek a megtéréséért. És akkor mondta, hogy tudod, Szívi, tök ciki, mert hogy én csak így egyszer szántam oda magam, feleségem már évek óta imádkozik, de én egyszer így bőtöltem, egy rendszeresen elkezdtem bőtölni, se perc alatt Isten vezetett, és aztán megtértek, azt mondja, mert azért akárhogy van, ez más az, amikor egy férfi odáll. És tényleg így szeretnék titeket bátorítani, hogy higgyétek el, hogy kevesebb erőbedobással nagyobb eredményeket tudtok ezen a területen is elérni, és nincsenek sablonok. Az Isten nem a sablonokban gondolkodik. Nem az számít neki, hogy milyen cirkalmas mondatokkal tudod mondani, hogy szerető mennyei atyám, így, úgy, amúgy, hanem mondhatod, hogy úgy, ahogy gondolod. És hogyha neked úgy könnyebb, például az én férjemnek úgy könnyebb, hogy kimegy a hegyekbe, és akkor ha 25 év alatt mondjuk ezt megtanultuk már egymásról, hogy én is megtanultam róla, hogyha valami nagyon nehéz jön, akkor most nem azt kell mondanom, hogy beszéljük meg, most közelmúltban volt ilyen, hanem azt mondom, hogy menj el, menj ki a hegyekbe nyugodtan. Majd itthon én rendezem a dolgokat, mert az fontosabb, hogy szóljon hozzád a mindenható Isten, mint hogy együtt átbeszéljük a dolgokat. És mindegy, hogy milyen terület, vagy milyen vagy te, tehát nem a hogy mondjam, nincsenek iskolák, hogy így kell a szellemi harcot folytatni, meg úgy kell a szellemi harcot folytatni. Csak szánd oda magad, csak indulj el, és vállald azt, hogy bőtölsz egy hetet a családod. Ez nagyon nagy dolog. Ez az igazi biztonságot. Mielőtt mi Mongóliába kimentünk, több hétig bőtölt azért az ottani missziónkért, és így bátran mertem elmenni, mert tudtam, hogy van egy szellemi fedezetünk, és a harcokat nem, na, szóval fizikai és lelki harc, ugye kettőről beszélünk, a kettőt nem tudod egyszerre csinálni, vagy ezt, vagy azt, és a szellemi fedezetet nem akkor kell begyűjteni, amikor a fizikai nehézségek jönnek, igaz? Hanem azt előre. Volt egy tanárom, jó szemét volt, és azt mondta, vizsga előtt egyszer kinézett, és azt mondja, hegy alatt abra kolunk, mert hogy ott látta, hogy még olvasom a jegyzeteket. De tényleg így van, hogy a lelki életben is, hogy amikor jön az ördög, mint ordító oroszlán, keres, hogy kit nyeljen el, akkor már vége betöltekezni, vagy feltöltekezni. Akkor csak ami benned van, az fog kijönni. Ha a nagy semmi, akkor az. Ha az óembered, akkor az. Ha az erőszakosságod, akkor az. De hogyha az Isten szíve szerint való férfi vagy, és hogyha az Isten szavával van tele a szíved, akkor az fog abból kijönni. És ezt előre kell betankolni a nehéz időkre is, hogy akkor is állni tudj, amikor jönnek a harcok és nehézségek, és hogy akkor legyen egy biztos támpont a feleséged, vagy a rád vízottak számára az, hogy nem esel kétségbe. Mert a nők, mi nők hajlamosabbak vagyunk erre, hogy kétségbe esünk se perc alatt, hogy jaj, mi lesz, jaj, így lesz, jaj, úgy lesz. És akkor, ha te is úgy vagy, hogy jaj, mi lesz, és ketten együtt, hát akkor ott elég nehéz lesz a helyzet, ugye? De hogyha meg csak így kamuzol, hogy majd az úr majd gondot visel, az úr így, az úr úgy, akkor is érzi, hogy nincsen mögött semmi, hanem ez csak ilyen közhelyek, mert biztos így találkoztatok ezzel, amikor úgy hivatkozunk Istenre, hogy az csak egy kegyes szólam. Nem kegyes baptista férjekre van szükségünk, hanem Isten félő emberekre, akik ott állnak mellettünk ebben az őrült világban, amiben élünk. Hogy ott állnak mellettünk, és segítenek azokban a harcokban, amikre a mindenható Isten elhívott bennünket.
Ez is a te feladatod, hogy vagy küldetésed, hogy szellemileg védelmet nyújts. És ez a harc, tehát hogy harc teremtett benneteket az Isten, ez a harcosság, ma gondolkodtam ezen, valaki a telefonban említette nekem Józsué és Mózes történetét, amikor az amálekitákkal Izrael harcolt. Emlékeztek? Hogyan történt ez a harc? Ott volt Mózes a hegy. Ő, amíg fent volt a keze, addig győztek Izrael. De nem így szellemben győztek, hanem ott volt Józsué, aki meg kasza volt az ellenséget, és az Isten adott győzelmet így. Mert a kettőnek egyszerre kell menni. Harc a fizikai síkon, és harc a szellemi síkon. Hogy azt se tudod megkerülni, hogy átmenj a szomszédhoz, hogyha mindig piszkálja a családodat. Kevés az, hogy éjjel-nappal bőtölsz ezért. Egyszer át kell menjél. De az sem megoldás, hogy csak úgy átmész, és akkor neki esel, hanem a kettőnek szinkronban kell menni, a testi és a szellemi harcnak is. És fontos megtanulni ezt, hogy Isten szerint tudjunk haladni, harcolni ezekben. Arról már beszéltem, hogy mi nem az erő. Tehát nem a szkander, nem a macsóság, bármennyire is ezt efelé nyom a világ. Tehát a férfit kétféleképpen tudja az ördög kimozdítani abból, akinek az Isten teremtette harcosnak. Az egyik az, hogy ilyen erőfitoktató, erőszakos ember lesz. Vannak ilyen férfi ismerőseim is, akinek egy per egyes téma, hogy te csak nő vagy, te minek szólsz, te nem tudsz semmit. Akik úgy képzelik a világegyetemet, hogy van az összes férfi, akárhány milliárd, és utána kezdődik az első nő. Tehát Isten azt mondja az ige, hogy Krisztusban nincsen férfi és nő. Az értékünk mindenkinek Krisztus. Tehát az értékünk ugyanakkora, mindenkiért meghalt Krisztus, a férfiakért és a nőkért is. És ez a sátán egyik kelepcéje, amikor így afelé próbál nyomni, hogy legyél macsó, legyél erős, és akkor úgy gondoljuk, hogy azok a férfiak, akik, mit tudom én, megmozgatnak akárhány tonnát, felvesznek a Ranger kabátot, és szivaroznak, és ilyen és olyan autókkal járnak, és ez a férfiasság kulcsa. De nem ez a, tehát akármit felvehetsz, akármilyen kabátot, és akármilyen tetoválást rakhatsz magadra, és akármekkora izmokat is építhetsz, ha nem vesz átmenni a szomszédhoz lerendezni azt a konfliktust, akkor te nem vagy egy erős férfi. Mert az erő, ha nem tudsz a családodért harcolni az Úr előtt, akkor nem vagy egy erős férfi. Akkor lehet, hogy olyan a díszlet, vagy olyan a külső, de nem. Egy értelmes keresztény, istenfélő nő nem erre vágyik. Lehet, hogy a plázacicák arra vágynak, de egy istenfélő nő nem arra vágyik, hogy egy macsó álljon mellette, hanem hogy egy erős férfi álljon mellette. A másik veszély az, amikor látva azokat a küzdelmeket, amik előttünk vannak, a férfi passzív lesz. És ez is nagyon, ez nagyon félelmetes a feleségnek. Ugye, mit jelent ez, hogy passzív? Hogy visszavonul, hogy háttérbe vonul, hogy nem tesz semmit, hogy úgy van, hogy majd az idő megoldja, majd lesz valahogy. Majd alszik rá kettőt, aztán túl leszünk rajta, majd kinövi ezt a hisztit, majd elmúlik ez a gondolata, majd lesz a gyerekkel is, vagy majd lesz egy munkám, vagy nem lesz. Tehát amikor passzívá válik a férj, vagy a férfi, az nagyon félelmetes a nőnek. És ahogy mondtam is nektek, hogy ugye ez egy olyan szitut eredményez, amikor a nő kénytelen aktív lenni. És nem ő az, aki arra teremtetett, és nem ő az, aki annak született. És akkor sebesül mind a kettő. És az a nehéz, hogy akkor a nő pedig elkezd zsémbes asszony lenni. Mert egy darabig még csak tűrik, de aztán mondjuk nem szólt, mi történik, ha valamit sokáig folytasz, egy idő után robban, és akkor kijön belőle minden, hogy merte így, merte úgy, merte amúgy, és azt mondod, hogy na, hát honnan jönnek ezek a dolgok? De onnan jönnek, hogy valahol nincsenek a helyén
a szerepek, és nincsenek helyén a dolgok az életünkben. És azt hiszem, hogy tehát így számomra is az a legfélelmetesebb időszak, amikor az ember azt látja egy férfin, hogy közömbös, hogy nem érdekli semmi, nincs ami hajtja, nincs vágya, nincs célja, hogy úgy van vele, hogy majd múlnak a napok. Mert Isten erre teremtett, amikor férfinak gondolt, hanem arra teremtett, hogy legyen benned az a tűz, az a szenvedély, hogy megharcolod azokat a harcokat, hogy legyen benned az a akárhány éves is vagy, az a kalandvágy, hogy ami előttünk van, az még jobb. Tehát, hogy az élet az nem csak arról szól, hogy jó, megszerzünk egy diplomát, vagy van most már egy házunk, és akkor így édegélünk, hanem, hogy újabb és újabb dolgokat tartogat. Egyre több mindent ismerhetünk meg egymásból, önmagunkból, egyre több harcot harcolhatunk, felvállalhatunk olyanokat is, akik nem is a családtagjaink. Lehetünk atyai az apátlan nemzedéknek, lehetünk otthona a családtalan gyermekeknek, bármit megtehetünk, mert velünk a mindenható, ha az ő álmait támadjuk, csak ne szűnjön meg bennünk ez a tűz és ez a szenvedély. Albert Schweitzer azt mondta, hogy az élet akkor tragikus, ha valami meghal a férfiban, amíg még él. Tehát attól tragikusabb dolog nincs, mint olyan férfiak mellett lenni, akikben belül már meghalt valami, meghalt az élet. Tehát, hogy biológiailag él, de hiányzik ez az isteni szikra, ez az isteni élet. És ez az, amire az ige azt mondja, vagy a görög azt a szót használta, hogy zói, ez az isteni élet. Arra, amikor Isten férfinak teremtett téged, akkor arra rendelt, hogy hordozd az életet. Hogy hordozd az életet ebben a világban. És még azokat a helyzeteket is megtermékenyítsd, ami halott és reménytelen és esélytelen. Hogy, mert megvan a forrásod. A mindenható Isten, azt mondja az ige, hogy minden javam, minden forrásom belőled az Úrból fakad. Nem a bankszámlád a forrásod, nem a kapcsolati hálód, meg nem a családi háttered a forrásod, hanem az örökké való mindenható Isten, akiben nincs változás, se a változásnak az árnyéka, aki, hogyha olvasod az igét, nagyon-nagyon szeretem az Ószövetségben a királyok krónikákat, hogy hogyan harcolt Isten, vagy Józsué könyvét, hogy egy megvetett rabszolga népnek odaadta az ígéret földjét, és egyszer így, egyszer úgy, egyszer emberi kéz érintése nélkül, egyszer 300-at vágott egyetlen karddal, másnap ki se kellett mennie, csak megzavarta az Úr az ellenséget. Ez az Isten az Istenünk. Ugyanaz, mint aki az Ószövetségben volt. És ő az, aki a te harcaidat vívja. Egyik helyen mondja is az ige, hogy én harcolok, ti meg maradjatok veszteg. És ez a veszteg maradás, ez nem azt jelenti, hogy nem veszed a kézbe a kardot, hanem hogy nem te akarod megoldani, nem neked vannak világ megváltó ötleteid. Ez tudom, hogy tök nehéz a férfiaknak, nem? Hogy ne tudják megoldani, hogy kiadják az irányítást, úgy szeretik, hogy legyen zsebkésük, amiben minden kinyitható él van, és úgy szeretik, hogy bármit meg tudok csinálni, bármilyen helyzet adódik, és mindenre felkészült vagyok. És ez nagyon nehéz, hogy megtanulni hitben járni. Ez a hitben járás. És erre hív az Isten, hogy legyetek hithősök. Ahogy a zsidók 11-ben mondja, hogy nem a láthatókra néztek, vagyis hogy Isten a hit a remélet dolgok valósága, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Hogy legyél te is ilyen férfi, akinek meggyőződése van. Nem vissza tud mondani igéket, hanem mélyen a szívében erős meggyőződése van arról, hogy bármit hozzon a világ, bármilyen idők jöjjenek, utolsó idők elvesznek, üldöznek, menekültek, akárkik, akkor is velünk az Isten, Immanuel, velünk az Isten, és átvisz. Még a halálon is. És ha folyókon mész át, azok el nem borítanak. A tűz meg nem égethet. Miért? Mert ott van veled a mindenható Isten. És így ez az erőt forrása. És erre bátorítalak, hogy keresd őt, és vésd a szívedbe az Isten igéjét, és az ő szavát, mert ez az az erőforrás, ahogyha külsőre kéne férfiasnak lenni, akkor mit csinálná? Járná bodybuilderezni, ugye? Vagy hogy hívják ezt?
a testépíteni, ugye, hogy ez látható legyen. De szellemben hogy tudsz növekedni? Honnan van a hit? A hit hallásból, a hallás meg az Isten beszéde által. Hogy ez a betáp, ami olyan örökkévaló forrást adhat neked, hogy felforgatod a világot. Hogy kitörsz a beton alól, szoktam mondani. Lebetonoznak, akkor is kitörök, nem? Mert hogyha ott van bennem valami isteni, nem tudják tőlem ezt elvenni. Mert nem is akarok olyan dolgot, amit az Isten nem akar nekem adni. Nincsenek ilyen szándékaim. Miért? Nem akarom hiába való dolgokra építeni az életem, hanem valami örökkévalóra. Ez hoz engem lázba, és ez hoz engem tűzbe. És hogyha engem nőként, hát akkor titeket mennyivel inkább, nem? Hogy az Isten munkatársai, ahogy mondja Pál apostol, atyám fiai férfiak, ugye, Pap János is ezt mondta, atyám fiai férfiak, az Isten munkatársai vagytok. Az Isten munkatársai vagytok, azoknak az utódai, akik hitáltal mindeneken átmentek. Egyik az ellenséget legyőzte, a másikat meg, mit tudom én, átbűvölték, és úgy tudott megállni hitben, mint ahogy Jézus is a kereszten kitartott. Mert nem bíz ránk olyan dolgot, ami meghaladná az erőnket. Csak ismerni kell őt, hogy a szíved az ő szívére pulzáljon, hogy az a gondolataid az ő gondolatai legyenek. Akkor nem fogsz ott hiávalóságra építeni az életedet, igaz? Ezért mondja, hogy a ti elméteket újítsátok meg az Isten beszéde által, mert ez tud életet hozni, ez tud hitet hozni, ez tud hősökké tenni. Isten így tervezett titeket, hogy legyetek hithősök. Azok a férfiak, akik küzdenek azokon a helyeken, ahova az Isten állított, abban a faluban, ahol élsz, abban az utcában és abban az otthonban, amit senki nem lát, hogy mi van a falai között. És ha nehézségek vannak, lehet, hogy ahhoz kell a hit, nem ahhoz kell a hit, hogy a tele bankszámlákkal adakozzunk. Nem ahhoz is hit kell, mert sajnos sokan, akiknek tele van a bankszámlájuk, mégsem ennek adakozni. Hanem ahhoz kell a hit, hogy amikor nem látható dolgok vannak, akkor is legyen benned egy erős bizodalmad, egy meggyőződésed, és ahogy a Zoltán az üdvözlésként mondta, az 1 Péter, meg ahogy rajta van a papírotokon is, hogy a reménységre hívott el az Isten. Mint mond az ige, a reménység pedig nem szégyenít meg. Az nem fogsz megszégyenülni, ha van egy élő reménységed. Miért? Mert a szívünkbe áradt az Isten szeretete, a nekünk adatott Szentlélek által. És erre hívott az Isten, hogy az ő jelenlétét hordozd ebbe a világba. Hogy erős férfiként, hithősként a saját harcaidat megharcold. Nem a másikét, nem a feleségedét, nem a szomszédodét, hanem azt, amire az Isten teremtett. És ezt meg fogod tudni tenni, mert arra formált téged az Isten, és arra gondolt ki. És ahhoz kell az erő, hogy azokon a területeken állj fel, ahol a legfélelmetesebb. Hogyha ez az, hogy átmenj a szomszédhoz, akkor az. Ha az, hogy imádkozz a feleségeddel, akkor az. Ez a hitbeli lépés, ahol olyan jó volt kiépíteni egy kerítést, hogy ott belül komfortos volt. De az Isten azt mondja, hogy lép ki a csónakból, mondta ugye Péternek. Ez a kilépés. Nem csak az, hogy elmegyek egy másik kontinensre hirdetni az evangéliumot, hanem hogy bocsánatot kérek a feleségemtől, vagy hogy imádkozom a gyerekemért, vagy hogy leülök a fiammal, akkor is, ha nem tudom, hogy mit mondjak neki. Mert egyszer nekem se volt apám, nincs erre mintám, zavarba ejt ez az egész szitu, hogy induljak. És egyszerű passzívnak lenni. És ez az, ami félelmetes a feleség számára, hogyha ezt látja, hogy passzív vagy. Viszont hidd el, hogy szurkol, ha látja, hogy kilépsz a komfortzónádból. És Isten pedig ebből ad megtapasztalásokat és győzelmeket, hogyha hitben mersz lépni. Ugye sokszor nem lépünk, mert félünk a kudarctól. A férfiaknak az egyik legnagyobb félelme az, hogy kudarcot szenvednek. Ugye mi volt a férfi átka? Ezen a bűnesetet követően, a 1 Mózes 4-ben, hogy tövis és bogáncs terem. Mi terem? Egy kudarc. Tehát ültetsz valamit, és mi lesz belőle? Tövis, meg bogáncs. És ki szereti a töviset, meg a bogáncsot? Senki nem szereti, hanem mit szeretünk?
százszor annyit, 60-szor annyit, jó termést, bővet, megrázottat, erre vágyunk. És hol szeretünk akkor szerepelni, ahol tutira jön a 60 meg a 100, nem? De nem szeretjük azt a zónát, ahol ötszörös, vagy egyszeres, vagy még, és arra is van esély, hogy bogáncs, mi az, tövis. Azt senki se szereti, de Isten azt mondja a Jeremiás könyvében, hogy szántsatok új ugart. Ideje, hogy keressétek az Urat, és szántsatok új ugart. Ne vessetek a tövisek közé. És ez az új ugart szántás, ez egy kemény meló. Férfiaknak való, ugye? Hogy, ahogy mondja az ige is, hogy első évben még csak a tavalyit teszitek. Második évben vessetek arassatok, harmadik évben meg már elkezdődik ez az aratás. És ez is nehéz, hogy kilépni a biztonsból, és elindulni elindulni valami új felé. De Isten erre hív, hogy megharcold azt a harcot, amire teremtett, és hogy erős harcosként állj a rád bízottak mellett. És arra, hogy megfúzd azt a pályát, aminek te vagy a főszereplője, hogy kalandokban éld ezt a világot. Hogy nem az Isten, amikor megírta az életünk történetét, akkor nem egy ilyen unalmas történetre gondolt, hanem arra gondolt, hogy az napról napra arról szóljon, hogy legyen valami benne, amihez ő kell, nem? Ami ilyen isteni dimenzió. Amihez csak mi kellünk, hát azt egy hitetlen is lefutja, nem? De amihez ő kell, az már egy isteni dimenzió, és ő ilyen dolgokra hív. És hidd el, hogy a nő is vágyik arra, hogy egy olyan férfi legyen mellette, aki nem riad meg a kihívásoktól, aki kész arra, hogy újabb és újabb dolgokat fedezzen fel, vagy hogy kilépjen új területekre. Amikor készültem, akkor olvastam egy könyvet, ami erről szól, hogy a férfi szerepek, többet is, az egyik, amit olvastam, Lala esetleg a táskámból kiveheted azt például, de a másikat is ide hozhatod. Ez a kalandvágyó, harcos hős, ezt mindenkinek ajánlom, minden férfinak el kell olvasnia. Nagyon-nagyon jó a stílusa is, és nagyon igei az egész. És hogy amikor arról beszélt, hogy a nőknek is az a vágyuk, hogy részt vehessenek egy kalandban. A férfiaknak meg az a vágyuk, hogy kalandok érjék őket. És összeírtam, hogy az én, ma mi közös életünkben is hány és hányféle kaland volt és kaland van. Először lehet, hogy ez nem annyira kalandvágyóan álltam én hozzá, hanem félelmetes volt. Mondjuk például ez a mongol küldetés. Mikor megkért a kezem, és mondta, hogy ha feleségem leszel, akkor életünk egy idejével Mongóliában is fogunk szolgálni. Gondoltam, csak ne úgy legyen. Ugye ez volt az én imádságom, nem az, hogy ide nekem azt a kalandot, hanem az, hogy ha lehet, hát ússzuk meg. De nem ússztuk meg, és milyen jó, hogy nem ússztuk meg, mert azzal is gazdagabb az életünk, mert sok bizonyságunk van arról, hogy Isten ugyanaz, nem csak tegnap, ma is mindörökké, hanem Európában, Ázsiában, Afrikában, a Gobi-sivatagban, a civilizációban, a buddhista templom legmélyebb bugyrában, és az imaházban. Ő ugyanaz. Nem korlátozzák őt, a falak nem korlátozzák területek. És bátorítalak erre, hogy tekintsetek így az életre, hogy nem egy teherre, amit le kell küzdeni, hanem egy kihívásra, ami előttetek áll, amit az Isten álmodott rólatok és gondolt rólatok. A másik könyv, amit mostanában olvastam, lehet, hogy ti is hallottok róla, Philip Zimbardo egy nagyon híres szociológus, és neki jött ki most egy könyve, Amerikában is 2 évvel ezelőtt jelent meg, az a cím, hogy Nincs kapcsolat, hová lettek a férfiak. Ugye, ez egy nagy kihívás, hogy hová lettek a férfiak. Hát erről mi nők is tehetünk, de alapvetően, ahogy mondtam, nem a nők tehetnek arról, hogy a férfiak eltűnnek meg, kiszorulnak a világból, hanem a sokszor a férfiak passzivitása. És az a megdöbbentő, hogy ő nem istenfélő, mégis amiket leír kortünetként, azok abszolút olyan dolgok, amiket hívő emberként látsz, hogy a világ az alapjaiból kimozdul, hogy nem lesz, hogy nincsenek apák, apátlan nemzedék nő fel, és nem lesznek minták, és
ezért a fiúk kudarckerülők, és beülnek egy számítógép mögé, és ott eltöltik az életüket azzal, hogy játszanak, mert azokat a játékokat úgy darálják ki, hogy a férfi vágyakra, hogy siker, meg versengés, meg minden, azokat betöltsék, és gyakorlatilag a Maslow-féle piramisból az alapvető szükségletek, hogy étel, meg alvás, meg ezeket leszámítva, a legtöbbre már a számítógép és a virtuális kapcsolatok ott vannak válaszként. És nagyon nagy kihívás egy ilyen világban élni, férfinak lenni, de ugyanahogy közben már egyszer említettem, nagyon nagy lehetőség is a misszióra, hogy szavak nélkül is tudsz példa lenni más férfiaknak, és tudsz atya lenni egy apátlan nemzedéknek, és tudsz reményt adni annak, aki reménytelen, vagy hogyha azt mondod, hogy neked nem így volt, mert neked se volt már apád, akkor tudsz egy tanú lenni, hogy az Istennel lehetséges, és lehet fordítani sorsokat, mert ő a sorsaink ura és sorsfordító Isten. Nem tudom, hol tartok, mennyi idő telt el. Hol? Fogalmam sincs. Általában 45 percre vagyok beállítódva, mert gimnáziumi tanár vagyok, és ott 45 percet kellett beszélni, és megfigyeltem, hogy 45-öt alapból beszélek, tehát az valahogy úgy ösztönösen jön. De nagyon sokat tudok még beszélni nektek, és ha már itt tartunk, lehet, hogy necces, hogy beszélek erről, de beszélek egy kicsit arról is, hogy ez a könyv a férfiakra nézve a második legnagyobb veszélyként a pornográfiát hozza, ami hát egy tabu téma sokszor keresztények között is, de rettentő nagy pusztítást végez. A fiatal nemzedékben azért, mert hogy a szexualitással való első találkozása nem a valós életből, hanem egy ilyen virtuális világból jön. Másrészt, de mindenkire nézve, hiszen függőséget hoz létre, és olyan deformitást hoz akár a személyiségbe, akár a kapcsolati hálóba is, amiből nagyon nehéz a visszaút. Nagyon könnyű a beleút. Miért? Mert ott van, mert elérhető, mert egyetlen kattintás, mert megoldás, mert kieleszted a gőzt, mert betöltöd látszólag a szükségleteket, de egy hatalmas kimozdítása a férfinak és a nőnek, és amikről ő beszél, tehát ő is erről beszél, hogy milyen torzulást okoz a férfiakban és a nőkben. Például a nőkre néz, én most csak a női, mert az a feladatom, hogy női szemmel ugye a férfi, hogy ha a nő ezt tapasztalja a házasságon belül, akkor megalázottnak érzi magát, megcsalásként értelmezi, ugyanúgy, mint a gondolati félrelépést is. Elkezdi saját lelkét gyilkolni, hogy miért, nem voltam elég jó, nem vagyok megfelelő. Ugye a nőnek az egyik alapvágya az, vagy alapkérdése, hogy elég szép vagyok, szerethető vagyok. Biztos a ti feleségetek is sokszor megkérdezi, hogy szeretsz? Én is mindig megkérdezem a férjemet, és eleinte csodálkozott, hogy ezt miért kell mondania, amikor összeházasodtunk, hogy nem változott semmi, ugye miért kell ezt mondani. De egy nőnek ez egy ösztönös vágy, hogy szerethető legyen, hogy szép legyen, és egy ősi félelme egy lánynak is, hogy nem lesz senki, nem jön értem a királyfi, én nem fogok senkinek se kelleni. És nem elég azt a királylányt egyszerre eljegyezni, hanem hogyha magadhoz láncoltad, akkor felelős vagy érte, ahogy ezt meg kimondta, kisherceg, igen. De az Exupérit akartam kinyögni, szóval, hogy Exupéri mondta, hogy felelős vagy azért, akit megszelídítesz. És így van, hogy akit kiválasztottál, aki a te egyetlened, azért felelős vagy, hogy hogyan érzi magát melletted, hogy szépnek érzi-e. Hogy a nő a hősétevője a férfinek, a férfi a szépvétevője a nőnek. És ezzel nem szépnek fogja magát érezni, hanem alkalmatlannak,
kevésnek, elégtelennek, és hogyan versenyezzen valakivel, aki egy virtuális lény, aki, valljuk be őszintén, a legjobbak közül lett kiválasztva, mert ez az igazság. És ha azzal összehasonlítja magát egy nő, azzal a nővel, aki ott van a képernyőn, minden versenyben alul marad. Nem hiszem, hogy bárki is ezen győzni tudna. Miért? Mert ha más nem, a Photoshop miatt. Tehát, mert még az sem az igazi, hanem bizonyos kamerákból, meg bizonyos izével, meg stb. És ez egy akkora hazugság és csalás. És akkor a nő küzdeni fog, de aztán rájön arra, hogy úgyis alul marad ebben a küzdelemben, és még inkább eltávolodik a társától. És C.S. Lewis, tehát mondjuk Zimbardo írja, hogy ma történik ez a világban. Ma történik ez a világban, hogy a sátán a férfiak teljes generációját már 10 éves kortól ki akarja téríteni arról az útról, amire az Isten teremtette őket. És olyan gellert akar behozni az életbe, amit nincs az a szexológus, aki meg tudna oldani. Maximum a mindenható Isten, mert neki semmi nem lehetetlen. De ez egy nagyon-nagyon nagy rés, amit ha beengedett az életedbe. És C.S. Lewis pedig, nem tudom ki az, aki közöttek olvasta a Csűrcsavar leveleit. Ugye a Csűrcsavar leveleit kb. 60 évvel ezelőtt írta, vagy nem tudom hány éve, de kb. 60 évvel ezelőtt írta C.S. Lewis, és már ott azt mondta, hogy ugye ott az ördög ad tanácsokat a kis ördögöknek, vagy démonoknak nevezhetjük őket, hogy hogyan tegyék tönkre az emberek életét. És azt mondja, a férfiak életét hogyan tett tönkre? Hát úgy, hogy távolítsd el a hozzáillő társtól, a hozzáillő segítő társtól. Miért? Mert akkor tudunk kiteljesedett boldog életet élni, hogyha egymásra vagyunk hangolódva, és össze vagyunk simulva. Ha eltávolodunk egymástól, akkor sebezhetőek leszünk. Akkor vételnek leszünk, akkor kiszolgáltatottak leszünk, és akkor nem tudjuk megfutni azt a pályát. Mert a nekem rendelt segítőtársal együtt tudom megfutni ezt a pályát. És C.S. Lewis is már beszél erről, hogy ezekre hivatott, tehát ott mondja ennek a démonnak, hogy például a filmsztárok, a topmodellek, a divat, ezt munkálja. Hogy ugye mondjuk az ő korában kb. Marilyn Monroe volt az, aki a nő volt. És ez a férfiaknál, nőknél is ugyanígy van, hogy mondjuk, hogy ott van egy Marilyn Monroe, mint egy nő, akkor egyrészt, ha hozzámérem magam, akkor azt mondom, hogy ez számomra elérhetetlen, én nem vagyok elég jó, és egyre jobban kinyílik az olló. És ez az önbecsülésemet alássa, és még bizonytalanabb leszek, és már még több sárkányfej az, aki fogva tart, és a férjemnek még több küzdelmébe kerül, hogy onnan kijöjjek. És ugyanígy van a férfiaknál is, hogy az ördög ezekkel a dolgokkal, a korszellemmel úgy meg akar kötözni, hogy ne legyél képes megfutni azt a pályát, amire az Isten rendelt. És itt ez egyébként nőknek szoktam erről tanítani, a pornográfiáról is, de ebben a jegyzetben van két ige, ez tök jó úgy nektek is, ezért felolvasnám. Zsoltárok 101.3a mondja, hogy nem vetem a szememet hiába való dolgokra. Vagy ugye szövetséget kötöttem a szememmel, ez a Jobb könyvében van. Hogy szövetséget kötöttem a szememmel, hogy ne nézzek szüzekre olyan kívánsággal. Tehát ez egy döntés kérdése. És Sergio Scataglini tanított egyszer arról, meg a könyvébe is írja, hogy lehet, hogy ma az első pillantást azt nem tud elkerülni. Miért? Mert kihagyta a színen, ott van egy óriás plakát, és ma ott van egy nő. De a második pillantás az már a te döntésed. Tehát lehet, hogy ezt az Ószövetségben elég volt, hogy kötsz egy szövetséget, nem nézek szüzekre. Ma ebben a posztmodern világban, ha nézel, ha nem, látod, mert ott van mindenhol, ugye? De az, hogy másodszor is oda mész-e, az már a te döntésed. És lehet, hogy ilyen radikális döntést kell, hogy szövetséget kötök az én szememmel, hogy ne tekintsek hiába való dolgokra. És a példabeszédek 27.20 meg azt mondja, hogy mint a sír és a pokol meg nem elégednek,
úgy az embernek szemei meg nem elégednek. Tehát ilyen az emberi természet, hogyha főleg férfiakról mondják, hogy vizuálisabb típusak sok, hogyha egyszer arra rászokik az ember, akkor nincs abból kilépés. Mondjuk Zimbardo ezt aruzál függőségnek, meg a tudomány, a pszichológia annak nevezi, hogy ugye ez bizonyos hormonokat termel az agyban, ami meg függőséget okoz, és olyan áttekervényezi az emberi agyat és gondolkodást, és ezért nagyon nehéz ezekből kijönni és leállni, és ezért egyszerűbb az, hogy hozok egy döntést, és ehhez kell az erő, nem a szkanderezéshez, meg a súlyemelgetéshez, hanem ahhoz, hogy ami előttem van, attól is arra nemet mondok, és attól is távol tartom magam. És akkor leszek Isten harcosa ebben a világban, mert erre teremtett, és erre hívott el. Ez végezetül pedig a zsidókhoz írt levél 12. részből szeretnék felolvasni. Ma reggel olvastam ezeket az igéket. Zsidók 12:1-3. Azért mi is, akiket a bizonyságok így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőteret. Nézzünk fel a hit elkezdőjére és bevégzőjére, Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve elszenvedte a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok arra, aki ilyen ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Azért mi is, akik Krisztust követők vagyunk. Ugye azt jelenti a keresztény, hogy Krisztust követő. És az a klassz ebben, hogy ez a zsidók 12, ez a 11 után van, és ahhoz kötődik, hogy azért mi is. Hogy vannak ezek a hithősök, akik egy csomó mindent megtettek, akik területeket foglaltak az ellenségtől, akik halottakat nyertek vissza, akik csodákat éltek át, akik egyetlen imádsággal hatalmas dolgokat tettek, és azt mondja, hogy azért mi is. Tehát nem csak ők, hanem mi. Az a generáció, akik ma élünk ezen a földön, férfiak vagy nők, akiket egy csomó bizonyságtétel vesz körül, kitartással fossuk meg azt az előttünk lévő pályát. És ez a kitartás, az a mai döntés, hogy ma elhatározom, hogy nem fogom feladni. Mert amikor jönnek a nehézségek, akkor az érzelmeid mit mondanak? Add fel, könnyebb kiszállni. Nem tudom, hogy ti éreztetek-e már ilyet. Én sokszor érzem, hogy ez az egész már annyira uncsi, és olyan szutyok, az egész világ tele van, hogy nem vágyom itt lenni, hanem oda akarok menni, hogy meglátni őt színről színre, és vele lenni örökké, ahol tiszta lesz a lap, nem ilyen bonyolult, ahol nem kell hit, mert színről színre látjuk, ahol nem lesz más, csak egy örök imádás. Mikor most is dicsőítettük az Urat, hát arra gondoltam, minek beszéljek én? Jobb lenne itt egész este csak az Isten dicsőíteni. Ennek van valami értelme őt dicsérni. Arra vagyunk teremtve, és azt fogjuk tenni örökön örökké. De az Isten még úgy gondolta, hogy még ma itt kell lennünk ezen a földön, és itt kell megharcolni a harcokat, mert vannak sokan, akik nem ismerik még őt. Mert vannak sokan, akiknek nincs élő reménysége, sőt a reménységnek a szikrája sem. És az Isten arra hívott be téged a világba, hogy szavak nélkül legyen bizonyságtétel az életed. Nem úgy, hogy én egy baptista férfi vagyok, hanem úgy, hogy látják, hogy Isten félő ember vagy, aki nem adja fel akkor sem, hogyha az ördög úgy bekavart az életébe, hogy abból aztán nincs semmi kilátás. Mert az Istennek ezek a kihívások, hogy azokban megdicsőítse magát az olyan szitukban, ahonnan nem tudod, hogy hogyan tovább. Ahonnan tudod, hogy hogyan tovább, ahhoz nem kell az Isten, de ahonnan nem tudod, hogy hogyan tovább, oda kell az Isten. És azt mondja, hogy kitartással fossuk meg az előttünk lévő küzdőteret. Ez ilyen férfias, igen. Küzdőtér, ugye? Harc, küzdelem. És nézzünk, és azt mondja, hogy nézzünk fel Jézusra. Nézzünk fel rá, mert ő az, aki, tehát néha az, ami körülvesz, amit látsz, az nagyon katyvasz, és ha arra nézel, akkor véged van. De ha felnézel rá,
akit követsz, akiről a nevedet kaptad, hogy Krisztust követő, akkor látod, hogy ő az, aki nem törődött az előtte lévő küzdelemmel, a gyalázattal, és végigvitte azt, amire az Isten elhívta. Gondoljatok arra, aki ilyen ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Mert ez az egyik veszély, amikor megfáradtok, amikor passzívvá váltok, amikor elveszítitek a reménységet, elveszítitek a hitet, elveszítitek az életet, elveszítitek azt az isteni szikrát, amitől azok a különleges férfiak vagytok, akinek az Úr kigondolt benneteket. És hogyha az András feljön és esetleg zenél, akkor, vagy vezet valami dalban, akkor most azt szeretném, hogyha egy kicsit megállnánk, és elcsendesednénk, és így végig gondolnátok azt, hogy hol tart az isteni terv, amit az életetek felől elgondolt. Amikor rátok nézett, és behozott ebbe a világba, és azt mondta, hogy ő egy szívem szerint való férfi lesz. És amikor kigondolta, hogy milyen harcokat kell megharcolj, akkor milyennek látott? Annak a férfinek, aki ma vagy, vagy valami mást gondolt? És hogy hol akadt el ez az isteni terv? Hogy tudod-e azt, hogy hol akadt el, hogyha tudod, hogy hol volt ez a pont, amikor passzívvá váltál, amikor visszavonultál, amikor kivonultál a családból, a munkádból, a gyülekezetből, a szolgálatból, a hitben járásból, mert vannak ilyen pontok. Az én életemben is volt egy nap, mikor mondtam a férjemnek, hogy most befejeztem. Eddig hitben jártunk, de én nekem ebből elegem van, én akarok polgári állást, fizetést, kiszámítható életet, nem akarok hitben járni, nem akarom, hogy az Istentől függjenek a dolgok. Mert már belefáradtam ebbe. És akkor másnap azt mondta az Isten, hogy az Úr szemei körbe járnak a földre, és keresi azokat, akik teljes szívből bíznak benne. És megszégyenültem, hogy az Istennek körbe kell járatni a szemét, hogy találjon hitben járó embert. És mikor összeházasodtuk, arra adtuk magunkat, hogy kiraktuk a falba, hogy hitben járunk, és nem látásban. És eltelik 8 év, és akkor ott tartok, hogy olyan fájdalmakkal van tele az életem, hogy mindent akkor csak hitben nem. Csak valami látás lenne, valami látható, valami biztos, valami por, meg föld, meg ház, meg család, vagy munka. De nem erre vagyunk teremtve, hanem arra, hogy hitben járjunk, és ne a láthatókra nézzünk. Isten igény azt mondja, hogy láthatók, azok ideig valók, de a láthatatlanok, azok örökké valók. És nem a láthatókra kell nézzünk, hanem valami többre, mert arra teremtett az Isten. Valami örökké valóra, örökké való álomra, örökké való vágyra, hogy ehhez ad az életed. Mindazt, aki vagy, a tehetséged, a talentumod, annyi mindenbe fetszölheted, egy üzletbe, egy sikerbe, egy kapcsolatba, egy barátságba, de mi lenne, hogyha mindenható Isten országába fektetnéd? Azt mondja Isten igéje, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a móly meg a rozsda megemészti, a tolvajok kiássák és elrabolják, hanem gyűjtsetek magatoknak örökké való kincseket, amit senki nem tud tőled elvenni. És hiszem, hogy minden ilyen, amikor hitből lépsz, az egy ilyen örökké való kincs, ami fel van írva a mennyei bankszámlán. Amikor nem hagytad ott a feleséged, pedig jó betett neked. Amikor nem mentél egy másik gyülibe azért, mert ott jobb szolgálatot ajánlottak neked. Amikor nem álltál le azzal a csajjal, pedig olyan kedves volt, hogy a feleséged soha nem volt hozzád ilyen. Az mind ott van a mennyei bankszámlán, és az gyűlik. És milyen jó lesz, amikor megállsz egyszer színről színre, és azt mondja, hogy jól van, jámbor és hűszolgám. A kevesen hű voltál, sokra bízlak ezután. Gyere be a te atyád örökébe, mert örökös társai vagyunk a Krisztusnak. Úgy ez az ige is így hátborzongató, hogy egy család, egy test, egy vér,
ugyanaz az örökség, ahogy itt is olvastuk, hogy mivel ő engedelmes volt, mit csinált az Isten? Bevitte, és az atya jobbján ül most, ugye? És olyan nevet adományozott neki, amelyre minden térnek meg kell hajolnia, mennyeieknek, földieknek, föld alatt valóknak, és mindenkinek vallania kell, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. És ez az örökség a tiéd is. Egy romolhatatlan örökség. Nem azért, mert jó vagy, mert olyan menő csávó, meg mert sikeres, mert nem azért, mert végig tudod csinálni, mert nem tudnánk végig csinálni. De azt mondja az ige, hogy elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm az ötlenség által ér célhoz. És néha el kell engedni, amit szorongatunk. Azokat a dolgokat, amikben azt gondoljuk, hogy ebben van az erőm. Ebben a bankszávlában, ebben az autóban, ebben a álomban, ebben a nőben, ebben van az én erőm. Isten azt mondja, az én erőm az olyan, hogy erőtlenség által végeztetik el. És néha ki kell nyitni a kezed. Ez is az életem egyik mottója, hogy elengedni, megragadni. Elengedni, megragadni. Úgy szeretnénk mindent tartogatni, de nem lehet. És Isten, amikor hív egy újra, akkor először el kell engedd a régit. És az félelmetes, nem? Mert már olyan jól tudod azt, hogy hogy kell pásztornak lenni abban a gyülekezetben. Most meg azt itt kell hagyjál mindenkit, azt menni kell egy másikba. Senkit nem ismersz. Ők se téged. Mi lesz ott? Vigyed a családod? Hogy mondod ezt el az asszonynak, hogy ott hagyod a munkahelyed, mert az Isten hív? Hát köszabó, hogy le fogunk megélni. De ne félj, mert hogyha az Isten hív, ahová hív, oda utat is készít. És ahová kivisz, ott meg tud tartani. Mert nem ember az Isten, hogy hazudjon. Nem mond olyat, amit ne tudna megtartani. Úgyhogy, hogy onnan indultam, hogy ha van az a pont, ahol tudod, hogy passzívá váltál, akkor hiszem, hogy a ma este is egy jó alkalom, hogy elmondd ezt az Úrnak. És szeretném, hogyha most kicsit csendbe lennénk, az András valamit énekel, akár a szöveggel is, és az alatt ózd meg, ami a szívedben van. Nem mondom én, hogy mit mondja az Úrnak, hát tudjátok ti, hogy mi van a szívetekben. Nem foglak ebben veszítni, hiszen ti férfiak vagytok, és tudjátok, hogy mi az, amire személy szerint neked van ma este szükséged. És amikor elénekeltük ezt, akkor a közben én még szeretnék egyet imádkozni, és utána dicsőítéssel folytatjuk, jó? Úgyhogy most imádkozzunk. Eljöttem, hogy áldjam, csodáljam imád. Azt kiértem, adta önmagát. Csodálatos Isten, dicsőséges párja, fogadt el szívem imád. Mikor még bűnben éltem, felnyitotta a szemem. Szolgává lett önmagát megalázva, bűneimért szenvedett. Eljöttem, hogy csodáljam, imádjam, azt kiértem, adta önmagát. Csodálatos Isten, dicsőséges bárány, fogant el szívem, imád. Atyánk, az Úr Jézus nevében jövünk most eléd. Köszönjük, hogy atyánk vagy, és így szólíthatunk. Nem vagyunk árvák ebben a világban, hanem olyan atyánk van, aki
örökké az lesz. Köszönöm, hogy te vagy az, aki személyesen ismersz bennünket. Akkor is, ha férfiak vagyunk, akkor is, hogyha nők. Ismered azt is, ami körülvesz bennünket, a nehézségeinket, a kudarcainkat. És köszönöm, hogy mindez, amit a te kezedbe leteszünk, azt te a hátad mögé veted, és soha többé meg nem emlékezel róla. Köszönöm, Uram, hogy nálad mindig van új kezdet. És ahogy mondja a te igét, hogy ne vessetek a tövisek közé, hanem szántsatok új ugart. Köszönöm, hogy azért teremtettél nőként és férfiként is, hogy tudjunk hitben járni, és megharcolni, és új ugarakat is törni. Csak azért, hogy a te dicsőséged látható legyen ebben a világban, és azért is, mert ez tesz bennünket boldoggá. Köszönöm, hogy úgy tetted, hogy ez a két dolog, ez egy. Akkor van békességünk, akkor van örömünk és megelégedettségünk, hogyha a te mennyei akaratod van és tervedben járunk. Köszönöm, hogy odaadtad a Szent Lelket, aki személy szerint ismer és szól a szívünkhöz, és kérlek, Szent Lélek, jöjj most, és te töltsd be az én testvéreimet a názáreti Jézus nevében, Uram. Kérlek, Szent Lélek, hogy töltsd be, és járd át őket, és moss el mindent, ami elegy-velegy, mindent, ami tövis, ami bokáncs, ami fájdalom, ami seb, ami kudarc, ami félelem, ami küzdelem, ami hitetlenség, ami hamis magabiztosság, hamis erő, hamis küldetés, hamis pálya, mindent, ami hiába való, és te tedd azzá a te gyermekeidet, akinek megálmodtad. Kérlek, Szent Lélek, jöjj és szólj arról, hogy milyennek látsz, és mik azok az álmok, amiket felőlünk álmodtál. Plantáld a szívünkbe a te álmaidat, hogy tudjunk azok szerint élni, és legyen erre ez bátorságunk. A názáreti Jézus nevében. Köszönöm, Jézus, hogy példát adtál, hogy nem tekintettél az előtted lévő akadályra, hanem átmentél ezeken és győztél. És akkor is, hogyha senki nem értett meg, akkor is, hogyha a szégyenen is át kellett menned, akkor is, hogyha egyedül maradtál, akkor is, ha az Isten is elfordult tőled egy szempillantásra, akkor is végigcsináltad. És köszönöm, Uram, hogy azt ígérted, hogy az utolsó időkben kitöltöd a lelkedet, és egy olyan nemzedéket hívsz, hogy minden testben jelen leszel. És így kérlek, hogy te áld meg az én testvéreimet, hogy a te lelkeddel betelve élő reménységgel tudjanak visszatérni azokra a csatamezőkre, amikre állítottad őket. Köszönöm, hogy győztes harcosok, hogy ezek a csaták nem bizonytalanok, és nem kell félnünk. Uram, azt is megvalljuk, hogy ez a sátán hazugság, hogy kudarcot is tudunk szenvedni, mert sohasem szenvedünk kudarcot azon a pályán, amire te állítasz, mindaddig, amíg rád vetjük a tekintetünket. Adj, Uram, ilyen hitet, és ad, hogy ki tudjunk lépni a megszokásból, a komfortból, hogy azokká az emberekké tudjunk válni, akik képesek harcolni önmagukért, harcolni a környezetükért, harcolni a lájuk bízottakért, harcolni az apátlan, anyátlan nemzedékért, akiknek nincs harcosuk, nincs apjuk, nincs reménységük, nincs céljuk, és nincs Istenük. Adj ehhez kegyelmet a názáreti Jézus nevében. Adj hitet arra is, hogy az én testvéreim tudjanak erőtlenek is lenni, hogy te erős lehess azokban a helyzetekben, ahol meg akarsz dicsőülni bennük. Jézus nevében. Tiéd legyen a dicsőség, Jézus, azért, hogy te vagy az, aki megharcoltad a harcot, hogy mi se legyünk vesztes nép, hanem győztes nép. Amen. Segítségül nevét, Isten megmenekülsz. Így segítségül nevét, Isten megmenekülsz. Igen, így segítségül nevét. Segítségül nevét, Isten megmenekülsz. Hit segítségül
jöttem, eljöttem, hogy áldjam, csodáljam, imádjam, az ki értem adta önmagát. Csodálatos Isten, dicsőséges bárány, fogad ne szívem imádatát. Sosem fogom megtudni azt, milyen nagy volt az áldozat. Sosem fogom megtudni azt, milyen nagy volt az áldozat. Eljöttem, hogy áldjam, csodáljam, imádjam, az ki értem adta önmagát. Csodálatos Isten, dicsőséges bárány, fogad ne szívem imádatát. Szilvi, köszönjük szépen. Most már azt hiszem mindannyian tudjuk, hogy látnak bennünket a nők. Férfinak remélem. De hát az én agyam is dobozokba gondolkodik, panelekbe. És ezekben panelekben olyan volt, hogy kapcsolat, ami mindent meghatároz. És ez a kapcsolat valóságos és élő, akkor van esélyem arra, hogy győztes harcot harcolok. Még a félelmek között is. Olvastam valahol, hogy egy tábornok ott áll a dombon mellett áll a hadsegédje, folyik a harc, és röpködnek a golyók, és egyszer azt kérdi a hadsegéd, hogy tábornok úr, maga nem fél? Ja, fiam, ha te úgy félnél, mint én, már rég elszaladtál volna. De félelemmel is ott kell állni a vártán, és megharcolni a harcot. És akkor lesz eredményes természetesen, és győztes a harc. Vasárnap bementem az imaházba, és hát egy beszélgettünk, ott vagy ketten, hárman, és az egyik testvér mondja, hogy nem elég olvastam a szilágysági ébredéssel kapcsolatos információkat. Valamikor a 70-es, 80-as években szilágyságban egy nagyon komoly ébredés ment végig a közösségünkben. És azt mondja, csodálkozott, ahogy le volt írva, mert úgy indult az az ébredés, hogy valaki elkezdte prédikálni a baptista gyülekezetben azt, hogy térjetek meg. És hát nagyon sokan fel voltak háborodva, hogy hát már elnézést kérek, hát 30 éve úrvacsorázó tagja vagyok ennek a gyülekezetnek, hát miért kellene nekem megtérni? Miből kellene nekem megtérni? Aztán nagyon sokan rájöttek, hogy csak meg kell térni. És én itt ezt a szót, hogy megtérés most olyan környezetbe szeretném említeni, és figyelmetekbe ajánlani, hogy megállni, értékelni, és ha kell, akkor visszafordulni, és újraindulni. Amiről hallottunk, sok mindenben magamra ismertem. Én már 70. évemet taposom, kevés lehetőségem van arra talán, hogy nagyon újakat kezdjek. De mindig van új kezdetre lehetőség. Persze sokkal könnyebb azt mondani, hogy letészem a lantot, nyugodjék, ne várjon tőlem senki dalt. Én is mondtam már ezt. Aztán valahogy mindig adnak a kezembe egy gitárt, vagy egy furuját, vagy egy ostort, vagy egy kapát, vagy egy lapátot, vagy egy jásót. Azaz jönnek új kihívások, még őszfejjel is, és néha azt mondom, hogy nem kell ez már nekem. Azt mondtam a feleségemnek, hogy az lenne a vágyam, hogy a kapuba egy kis lócát csináljak, és oda szépen kiüljek, és nézem, hogy ki megy, hogy jön.
de hát nincs rá idő megcsinálni a lócát. Nincs rá idő megcsinálni a lócát, addig más kell csinálnom, lehet, hogy egyszer elhozza majd Isten azt az időt is, várom. De soha nem késő újra kezdeni, mert Füla Lajos bácsi mondja egy versébe, és akik engem ismernek, tudják, hogy nem maradhat el felszólalásom, hogy Lajos bácsinak egy versére ne utaljak. Bizony megtérhet az is, aki vén. Így szól az egyik versébe. Az is, akinek már csak egy kilátása van, a szemfedő, még az is megtérhet. Azaz visszanézhet, értékelhet, és újraindulhat. Én erre hívlak most benneteket férfiaknak, és természetesen arra, hogy ami neked átment üzenetként. Hisz az ige mindig gazdagabb, mi róla mondható, mert az ige lélekkel van tele. És itt igét hallottunk az előbb, Isten igéjét sok esetben. És gazdagabb az attól, amit Révész Szilvia, Révész Lajos vagy Szűcs Zoltán tud mondani, mert a lélek adja át igazán az üzenetet, és ha át akarom venni, ha engedem, hogy eljusson hozzám a lélek, akkor el fogja végezni azt a munkát, amivel indult az előadás, amit Isten akar, hogy elvégezze. Engedjük, hogy ez a lélek munkálkodjon bennünk az este is, a beszélgetésekbe is, az éjszakába is, meg holnap is, meg holnap után is, meg az előttünk lévő napokban, években vagy évtizedekben, kinek, hogy adja meg Isten ezt a lehetőséget. Szilvia, még egyszer ismételten köszönjük ezt a sodró lendületű, lelkes, szívhez szóló, és remélem, hogy mindannyiunknak nagyon-nagyon tanulságos, visszanézésre késztető és tovább lépésre inspiráló előadást. Amit nem tudok mással megköszönni, egy nagyon pici ajándékkal, van benne egy kis édesség, amit állítólag a nők szeretnek, én is. De most már sajnos nekem nagyon, nagyon csinnyák kell vele bánnom. Sokat ettem korábban, biztos Isten megelégelt, és azt mondta, most már tovább, többet nem csokoládézhatsz. És emiatt most már én csak egy picit, mert utána az epém rögtön, nem létező epém rögtön begörcsöl. De hát, ha te szereted, és ha gond van, akkor Lajos majd segít megenni. És van benne egy könyv, amit feltehetően ismersz, de ha neked már megvan, majd tovább ajándékozod. Annak a amerikai lelkipásztornak, akit Martin Luther Kingnek hívtak, az ige hirdetéseiből egy összeállítás. Én is beleolvasgattam már, nagyon nagyszerű dolgok vannak benne. Köszönjük szépen, és azt én nem tudom megígérni, hogy jövőre is meghívom, majd akik szervezik, azt el fogják dönteni.